Sziasztok, üdvözöllek benneteket a HFV-nél, a mai mérkőzésünk a Bajnokok Ligája selejtező második fordulójának odavágója, a Ferencváros és a Slovan Bratislava összecsapása. Kijelenthetjük, hogy ennél paprikásabb mérkőzést igazából kívánni sem lehetett volna a második fordulóra az idei BL selejtezőben, mivel hát a magyar-szlovák történelmi összetűzéseket és rivalizálást azt nagyrészt nyilván ismeritek, de ezen kívül ugye az 1992-es események, ebben mindjárt belemegyünk. Ugye a mai napon a magyar rekordbajnok Ferencváros 33-szoros bajnok és a 12-szeres szlovák bajnok, szlovák rekordbajnok, vagy ha úgy tetszik, felvidéki rekordbajnok Slován csap össze, és mondhatjuk, hogy ez gyakorlatilag egy válogatott mérkőzéssel is felérhet, mert bár a csapatok összetétele ugye nemzetközi, de a Fradi itthon a népcsapata, a Slován meg Szlovákiában vagy felvidéken. Mikor 1992. szeptemberében a BEG BL keretein belül ez a két csapat találkozott egymással, akkor idegenben, tehát Pozsonyban 4-1-re nyert a Slován, amit egy itthoni 0-0 követett, de ez egy hírhedt találkozó, és nem az eredmény miatt, hanem azért ugye. Én ennek utána néztem, és amit én láttam, amit én találtam, az ugye nyilván a magyarok ezen a véleményen vannak, hogy a szlovák rendőrök minden ok nélkül ütötték a magyar szurkolókat, mikor már a Slován egyébként 3-0-as előnyre tett szert a pályán, és ezt olvashattuk, hogy levetítették a játékosoknak, ugyanúgy a Fradinál, illetve most az ultra csoportok nyilván bosszúra szomjaznak, ezt igazából meg lehet érteni. Úgyhogy egy iszonyatosan felfokozott meccs lesz, reméljük, hogy a Balhé stadionon belül semmiképpen sem tör ki, de a hangulathoz ez a történelem biztos, hogy hozzá fog járulni. Aki esetleg nem látott volna videófelvételt arról, hogy pontosan mi történt 1992-ben, van egy link a leírásban, ott megtekintheti. A Fradi közismerten három csapattal ápol jó szurkolói barátságot, és ezektől a csapatoktól egytől egyig érkeztek szurkolók, hogy biztosanak minket a mai mérkőzésen. Ez a három csapat ugye itthon a Zalaegerszeg, Ausztriában a Rapid Wien, és Lengyelországban a Slask Wroclaw. Ez volt az utolsó info, amit tudni érdemes a mai mérkőzésről. Irány a Grupama Arena. Yeah.
első fél időben láttunk, az nagyban-nagyban a következő volt. Volt az elején egy óriási szlován helyzet, ugye Dibusz a gólvonalról mentett, aztán kedves szlovák futballista kolléga üres kapura a kapufát lőtt, ezt megköszönjük neki. Aztán átlövésekből voltak helyzeteink, de egyébként maga a játékképe az nem meggyőző. A Tobol ellen ezerszer jobbak voltunk. Ma hiányzik az átütő erő, nem tudom, hogy ez extra meleg miatt, vagy hogy mi ennek az oka, de egyszerűen az oké, hogy a szlovánosok 10 emberrel vannak a labda mögött, mikor a Fradi támad, de akkor is a fantázia igazából hiányzik, meg a kreativitás, de az átlövések azok nagyon veszélyesek voltak, úgyhogy hát ha második fél időben 1-2 bemegy, és azért reméljük, hogy a játékképe is javulni fog. Nézzük a második fél időt. A várva várt vezetés a 70. percben. Faki lőtte. Hát így nem úgy volt a legjobb. A 21. perc egyenlít a szlován, szerintem ez volt az egyetlen kapralövésük a második fél időben. Közelebb voltunk a 2-0-hoz, mint az 1-1-hez. Ez van. Alárendelt szerep az egész második fél időben is. Mégis, hihetetlen.
Hát nehéz mit mondani, itt a végén láthatunk még egy óriási kapufát, csak nálunk kifele pattant a labda, nem befele. Ez a szerencse szempontjából sem a Ferencváros napja volt. A második fél időben is jobb volt a Fradi, ahogy az első fél időben is, meglátásom szerint. Ugyanakkor két ilyen védelmi hiba nem fér bele, illetve főleg az egyenlítő gólnál. Mert most a második gól, a győztes gól, ez egy nagyon szép lövés volt, azzal ott nem lehetett mit kezdeni, ott ugye a kontrából jöttek el, de pocsik védekezés volt az egyenlítő gólt megelőzően. Őszintén szólva, nagy volt a mellény, azt kell mondjam. Ugye mi szurkolók is nagyon optimistán álltunk hozzá, meg most tényleg a Fradi volt az esélyesebb csapat, ezt ki kell mondani, és szerintem a játékosok is talán túl magabiztosak voltak a vezetést jelentő gól után, úgyhogy most ezt a szép mellényt, hogy ilyen közhelyes legyek, szakóra cseréltük ezen az estén, de meg lehet próbálni jövő héten, meg is kell nyilván, és nagyon remélem, hogy ezt meg tudjuk fordítani. Amennyiben nem, és a Ferencváros, ne adj Isten, kiesne a pozsonyi párharc után, akkor az Olympiakos Maccabi Haifa párharc vesztese vár a Fradira az Európa Liga harmadik selejtező körében. De fel a fejjel, egyelőre semmi nincs veszve, én szeretném megköszönni a kitartó figyelmeteket, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok! We'll be right back.